Mi szóta prijíhale az bahatyma dítkame. Vannak köztünk, akik Mikolaivból, Harkivból, Ungvárról érkeztek. Nagyon tetszik itt nekünk minden. Nagyon finomak az ételek. Otthon, Técsőn gyakori, hogy naponta 7 órán keresztül áramszünet van. Ilyenkor internet sincs. Sokszor van légiriadó. Ijesztő, de kitartunk. Nagyon szép itt minden. A környezet is csodálatos. Egész nap érdekes programokat szerveznek nekünk. Köszönöm, hogy itt lehetek. Otthon, amikor az iskolában vagyunk és megszólalnak a szirénák, akkor azonnal le kell szaladnunk az óvóhelyre a pincébe. És ha még villany sincs, akkor egyszerűen csak ülünk és olvasunk. Szükségük van a pihenésre, hogy eltereljük a figyelmüket. Amellett, hogy gyakoriak a légriadók, az áramszünetek, nincs fűtés, folyamatosan negatív hírek árasztják el őket. Ezek nagyon fájó dolgok. Mindez meglátszik a tanulmányi eredményeiken, az idegrendszerükön is. Ez alatt az 5 nap alatt egy kicsit kipihenhetik magukat. Köszönjük a lehetőséget! Ukrán családok gyermekei. Az ő esetükben szinte kivétel nélkül a háborúban szolgálnak a szülők. Sajnos vannak köztük olyanok is, nem kevesen, akik már elveszítették az édesapjukat, vagy éppen megsebesült a katona édesapa. És hát mi szeretnénk nekik is egy olyan hetet biztosítani itt a Kárpátaljai Magyar Nemzetiségű diákokkal együtt, ami reményeink szerint abban tud nekik segíteni, hogy egy picit a gyermekségükre tudjanak koncentrálni, hogy azt tudják megélni, és reméljük, hogy olyan élményt ad nekik, ami abban segít őket, hogy egy kicsit jobb hangulatba tudjanak feltöltődve hazamenni. Természetesen itt az is egy nagyon fontos dolog, hogy kifejezzük az emberi érzéseinket, az együttérzéseinket azokkal az emberekkel, legyenek azok kárpátaljai magyarok, vagy kárpátaljai ukrajnai ukrán emberek, akik ennek a háborúnak, a háború minden borzalmának az áldozatai. Hogy érezzék azt, hogy mi velük vagyunk, szolidárisok vagyunk velük, és hogy az emberek szintjén mi szeretnénk feléjük is azt kommunikálni és üzenni, hogy Magyarország és a magyar emberek azok igenis odafigyelnek a bajba jutottakra, és igyekeznek segíteni és erőközmérten.